Kalocsán a március 15-et éren felállított emlékműnél tisztelegtek 48 hőseinek emléke előtt a város vezetői. Filip Géza polgármestere csendes tiszteletadást követően azt mondta, a szabadságharcban a magyarság megmutatta az erejét az elnyomó hatalommal szemben. Az önállóság, az önálló gondolkodás és az önálló törekvés. Tehát ez, hogy igen, nekünk nem kell megmondani, nekünk nem kell a kezünket vezetni ahhoz, hogy az országunkat és a nemzetünket irányítani tudjuk, illetve az államszervezetünket kialakítsuk. Úgyhogy én ezt látom, hogy mindig Európában egy kicsit úgy vannak, hogy na igen, a magyarság, a Balkán, hogy ilyen elmaradott, és ahogy lehet hallani a nyugati sajtóban sokszor ilyen nyomortelepekről, mint ahogy most is ez napjainkban is aktuális volt az egyik nyugati médiában, és ezt az elmaradottságot akarják sugallani, közben nem. Tehát mind a kutató munka, mind a szellemiség, mind a törekvés azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős, és én ebben látom, hogy hagyni kell a magyar nemzetet, hagyni kell a magyar embereket dolgozni, boldogulni, élni. Ezek a törekvések erősítették meg a nemzeti öntudatot a magyarságban, jelentette ki Kalocsa polgármestere.